Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Szociális Bizottság üléséről szeretnék beszámolót tenni önöknek. Első napirendi pontunkban civil szervezetek beszámolóit hallgattuk meg. A Bábolnai Mérföldkő turisztikai csoport vezetője Bihari Gábor számolt be elsőként. 2010. november 12-én alakult 29 fővel ez a csoport. Havi rendszerességgel szerveznek programokat, kirándulásokat. 2018 évben 83-an vettek részt ezeken a kirándulásokon. Ez egy kicsit csökkenő tendenciát mutat, de ez nem szegi az egyesület kedvét. Az Ölbőtavi Aranyhal Horgász Egyesület volt a következő. Az egyesület vezetőségének minden évben az egyik fő célkitűzése az előző évi taglétszám megtartása, valamint lehetőség szerinti emelése. Ez 2018-ra sikerült is, 279 főre emelkedett a taglétszámuk. A horgász utánpótlás is évről évre biztosítottnak látszik, a fiatalok is szép számmal képviseltetik magukat az egyesületben. Számos versenyt rendeznek, ezeket a versenyeket nagy sikerrel és érdeklődéssel bonyolítják. A Bábolnai Borbarátok Egyesülete volt a következő, akik 25 éves jubileumot ünnepeltek, 25. borversenyt rendezték meg nagy sikerrel, ez a rendezvény két nap alatt bonyolódott, 21 fő nevezett és összesen 58 bor került minősítésre. A következő volt a Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület. Ebben az évben is három csoportban működött, a létszámuk 50 fő volt. Nagy büszkeséggel tölti el a vezetőket, hogy 2008-ban bekerültek a megyei prímadíjra a legjobb 10 közé, és így 2018. szeptemberében résztvevői voltak a Tatabányai Jászai Mari Színházban megrendezett díjkiosztó ünnepségnek és gálaműsornak, ahonnan külön díjjal érkeztek haza. 2018-as évük is mozgalmasan telt, sok programuk volt, ez rengeteg szervezést és bonyolítást igényel. Mindezek mellett heti két alkalommal próbáltak, és 2018-ban 4 új koreográfia készült, és 2 felújítottak a régi repertoárból. Második napirendi pontunk volt a Burza Hungarika ösztöndíj. 2019. szeptember 6-án az előző évekhez hasonlóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulóját. Ennek a rendszernek a célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak a támogatása. Önkormányzatunk az ösztöndíj rendszer létrehozása óta állandó résztvevője a programnak. A tavalyi pályázati fordulóban 4 diák részére összesen 12 hónapra 165 ezer forint támogatást nyújtott Burza Hungarika ösztöndíjként Bábolna város önkormányzata. Az anyagunkban szerepelt egy tájékoztatás, amelyben tájékoztatott bennünket a KEM, a Komárom-Esztergom megyei értéktárbizottság, hogy a megyei értékek közé felvette a Bábolna város önkormányzat által javasolt Fedallak L. Hedlad Mihály életműve és bábolnai nyughelye, valamint Petko Szadner Tibor életműve és bábolnai nyughelye javaslatokat. Nagyon örültünk ennek. Egyebek napirendi pontban képviselőtársam hozott egy lakossági kérelmet, zárt ülés keretében pedig díszpolgári Bábolnáért és Bábolna városáért kitüntetésekre tettünk javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok!